A migráns kártyákkal folytatjuk. Franz Timmermans, a baloldal európai csúcsjelöltje egyértelművé tette, hogy bármi áron készek támogatni és pénzelni a bevándorlást. Így reagált a Fidesz az Európai Bizottság alelnökének hétfői nyilatkozatára. Timmermans az M1 kérdésére beszélt arról, hogy elégedett a kártyaprogrammal, annak ellenére is, hogy a Magyarországon letartóztatott, terrorizmussal gyanúsított Hassan F. és családja is kapott pénzt névtelen bankkártyára. Titanilla. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye Franz Timmermans szerint elegendő biztosíték van a migránskártya rendszerben ahhoz, hogy ne lehessen ezzel visszaélni. Mit gondol erről, ez valóban így van? Ezek szerint nem, mert hogy látjuk, hogy nem mindig. Ugye azt az el kell mondani, hogy tökéletes rendszer nincsen. Tehát biztos, hogy vannak olyan kiskapuk, amiken át lehet csúszni, de azt hiszem, hogy ebben a rendszerben kicsit sok az ilyen luk. Persze mindig megkérdezzük, hogy akkor mit lehet helyette, mert ugye ha készpénzt adnánk, az még sokkal rosszabb lenne. Én nekem tudom, ez nem hangzik jól, de nekem ez a rossz emlékű, bár hasznos jegyrendszer jut eszembe, hogyha ez élelmiszer ellátásra vonatkozik, akkor lehetne ilyen élelmiszerjegyekkel megoldani a dolgot. Ráadásul annak az is az előnye, hogy helyhez kötött is lehet, mert azt lehet mondani, hogy csak ezekben a boltokban beválthatók. Tehát lehet, hogy egy kicsit el kéne gondolkozni, hogy nem a 21. századnak a fizetési eszközét kell feltétlenül alkalmazni ezekben a kérdésekben. Igen, mert ugye egy bankkártya ugye nem készpénzt adnak, de hát oda megy egy terminálhoz és leveszi a pénzt. Nem lehet, és... erről nem lehet, állítólag nem lehet készpénzt levenni. De igen, ugye tudjuk, mi nem vagyok ebben szakértő, de amit az internetes technológia meg az meg tud oldani, ezt meg lehet oldani. Tehát ugye tudom, hogy elvileg nem lehet pénzt levenni, nem lehet interneten rendelni, nem lehet külföldön használni, de én attól félek, hogy vannak olyan ügyesek, bizonyos emberek, hogy ezt megoldják, ezt a problémát. Szerintem az én 10 éves unokám is meg tudná oldani, ha nagyon akarná. Igen, és ugye korábban itt felmerült az a veszély, hogy a terrorizmus finanszírozására is mehet ebből a pénzből, és ugye itt van Hassan F. esete, akit ugye Magyarországon a magyar hatóságok fogtak el, az iszlám állam egyik vezető katonája, mindenképpen valami fontos pozíciót foglalt el, és ugye Timmermans azt mondja, hogy ez egyedi eset, és ezzel nem kell foglalkozni, mert ez nem kérdőjelezi meg a rendszert. Az a baj, hogy a terrorizmusban az egyedi eset nagyon problémás. Ugye mondjuk a World Trade Center felrobbantása is ezért a pénzért egyedi eset volt, és hát azért mégis foglalkozni kell vele. Tudom még egyszer, hogy nem lehet 100%-os biztonságot teremteni, de azért törekedni kell rá, és valószínűleg, ahogy mondtam, talán primitív, sokszor a primitív módszereket a legnehezebb megerőszakolni azoknak, akik rosszra akarják használni. Lehet, hogy vissza kéne menni egy kicsit az időben, és olyan módszereket alkalmazni, amit tényleg nem lehet mondjuk hackereknek föltörni, mert ami az internetre, ami számítógéppel megoldható, azt megoldják. Igen, ugye elvileg ezeket a bankkártyákat csak Görögországban lehet használni, de akkor Hassan F., aki mondjuk Magyarországon jött-ment, neki miért volt szüksége egy olyan bankkártyára, amit csak Görögországban tud használni? Hát egyrészt lehet, hogy nála maradt, tehát hogy engedjük meg ezt a lehetőséget, de ugye a biztonságpolitika alapelve, hogy nem a szándék, hanem a képesség, amivel számolni kell, és ha ezt a kártyát meghekkelik, és ugye látjuk, hogy ez a bűnözése, hogy az ATM-ből hogy vesznek föl pénzt másnak a kártyájával, tehát egyszerűen azt gondolom, hogy ha az én kártyámmal a bűnöző föl tud venni pénzt, akkor olyan kártyát is meg lehet oldani, hogy azzal vegyenek föl pénzt, amit nem gondolnának, vagy nem arra szántak, hogy itt vegyék föl. Angela Merkel, még mindig migráció, Angela Merkel szerint hatalmas siker az ENSZ migrációs csomagjának elfogadása. Kancellár, azzal kapcsolatban mondta ezt, hogy tárgyalt az ENSZ menekültügyi főbiztosával. Ugyanakkor a csomag nagyon megosztja az Európai Unió tagállamait. Ez valóban lehet egy ilyen csomagot sikeresnek nevezni, amivel kapcsolatban ennyi sok kritika érkezik, és ilyen nagy viták folynak? A siker mindig relatív. Ha azt csinálja, amit én szeretnék, akkor szerintem sikeres, ha meg nem azt csinálja, akkor nem az. Ugye az ENSZ közgyűlésnek van
egy nagy problémája, hogy ott egyszerű többséggel döntenek. És ugye látjuk, hogy az ENSZ közülés több tucatnyi alkalommal például elítéri Izraelt emberi jogsértésekért, és nem szokta elítélni Iránt, vagy Szaúd-Arábiát, vagy ezeket, azért, mert azok az országok vannak többségben. Ez a határozat, ez tipikusan az a határozat, ami megpróbálja közös nevezőre hozni ellentétes érdekű országokat, mert ugye vannak, ha szabad ilyet mondanom, migráns exportőr, meg potenciális migráns importőr országok. Ezeknek más az érdeke. Tehát ezeket lefedni egy egységes, univerzális szabályozással szerintem eleve kilátástalan. Itt még mindig migráció a líbiai helyzet, ugye ott Haftar tábornok megindult a csapataival, ugye az egységkormány ellen, illetve a Tripoli ellen. Sokan arra számítanak, hogy újra fel fogod borulni. Eddig sem volt túl nagy a stabilitás, de hogy ez még jobban felborul, és ez például újabb migrációs hullámokat indíthat el. Igen. Ugye sajnos azt látjuk, hogy Haftar tábornok nagyon erőteljes orosz támogatással indította meg a támadását. Én nem hiszek a véletlenekben, nem hiszem, hogy az véletlen lenne, hogy pont az európai parlamenti választások előtt nem is egészen egy hónappal történik, hiszen ha migráns hullámokat generál ez a, vagy legalábbis a veszélyt generálja ez a konfliktus, már pedig ezt megteszi, lehet, hogy nem lesz tőle több százezer migráns, de hogy a veszélyét növeli, az egészen biztos. Ugye akkor azok a szélsőséges erők kerülhetnek előnybe a választásokon, akikkel az oroszok egyébként sajnos közvetlenül is kapcsolatban vannak és támogatják őket. Ugye ez egy hasonló dolog, azt mondom, hogy Szíriából is volt egy ilyen dolog, az most már kimerült az a lehetőség, tehát onnan nem lehet ezt tenni. Lehet, hogy nekem üldözési mániám van, de ugye Henry Kissinger mondta, hogy tudom, hogy üldözési mániám van, de az nem jelenti azt, hogy nincs rá okom. Nyarmati Istvánnak nagyon köszönjük.